Mindenképpen egy meghatározó mérkőzés lesz, több évre visszavetheti adott esetben a női kézilabdázást. Ugyanakkor az is biztos, hogy egy nagyon forró hangulatú mérkőzés lesz, és hát tulajdonképpen hétfő óta itt vagyunk mi is az ifjúsági válogatottal, és hát látjuk a lányok felkészülését. Én biztos vagyok abban, hogy olyan akarással és olyan hozzáállással fognak dolgozni és játszani, hogy tovább fogunk jutni. Azt gondolom, hogy a felelősséget mindenki átérzi, hogy mekkora tétje ennek a mérkőzésnek. Te a játéktudásban, ugye gondolom a magyar csapattal tökéletesen tisztában vagy, valószínűleg a németeket is láttad mostanában. Vannak-e nagy különbségek, vagy esetleg valami apróságok dönthetnek majd? Hát igazából közel a két azonos csapat fog pályára lépni. Annyi mellettünk szól, hogy mi lényegesen kreatívabb játékot tudunk játszani. Olyan játékosaink vannak, akik tényleg olyan szint tudnak vinni a játékba, ami egy ilyen összecsapáson meghatározó lehet. Illetve hát én gondolom, hogy azok a sablon megoldások, ami azért a német kézilabdát egy bizonyos szinten jellemzik, azokra lehet építeni egy olyan taktikát, ami eredményes lehet. És azt, a másik meg én azt gondolom, hogy a kapuban állunk egy olyan klasszis áll, akinek olyan nemzetközi tekintélye van, ami meg fog mutatkozni ezen a mérkőzésen is, hiszen Pálinger Kati azért egy olyan kapus fenomén, hogy úgy fejezzem ki magam, akitől biztos tartani fognak. Ugye azt mondtuk, hogy meghatározó lesz ez a két mérkőzés a jövő szempontjából. A játékosokat nem tudom, hogy kell ilyenkor motiválni, szerintem tökéletesen tudja mindenki, hogy az ő pályafutása és komolyan beleszólhat az, hogyha ott lehet az olimpiánál van nagyobb motiváció, te mondjuk a te korosztályodban, vagy akikkel foglalkozol, hogyan tapasztalod? Én azt gondolom, hogy ahogy elmondtad, itt fölösleges túlihegni ezt. Értelmes felnőtt emberekről van szó, akik tudják, hogy ez miről szól ez a mérkőzés. Én azt gondolom, hogy a magyar kézilabdázás mindig az volt jellemző, hogy a játékosoknak fontos volt a válogatott, fontos volt a nemzeti mez, és azt gondolom, hogy az olyan országban, mint a miénk, amelyik a sport szinte csak az olimpiáról szól, én azt gondolom, hogy minden embernek, minden játékosnak fő célja az kell, hogy legyen, hogy egy olimpiai játékokra kijusson. Én azt hiszem, hogy ezek a játékosok, a lányok átérzik, hogy milyen érzés lehet egy olimpián ott lenni, hiszen jó néhányan már szerepeltek olimpiai játékokon, aki pedig még olyan fiatal, az biztos, hogy szeretne olimpián szerepelni. Ez ugyanúgy jellemző a fiatalabb korosztályra is. Őnekik is egy világverseny, egy óriási lehetőség megmutatni magukat címeres mezben, megmutatni a tudásukat. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nincsen probléma a kézilabdázásban, még akkor sem, hogyha néha megjelennek ilyen hátborzongató nyilatkozatok, meggondolatlan, átgondolatlan nyilatkozatok. Én azt gondolom, hogy a klubok és a nemzeti csapat egysége az egyértelmű, egyik sincs a másik nélkül, és most egy olyan összefogásra van szükség, amiben teljesen el kell, hogy tűnjenek a klub érdekek.